Az 50-es években vert és gyilkolt. A 60-as években börtönbe zárt. A 70-es években kiegyezést ajánlott. De azért gumibotozott, hogy aztán a 80-as évek végére az ország morális és gazdasági lezülettségével végleg elzálogosítsa a jövőt. Ezt mondta Merzel Erzsébet országgyűlési képviselő a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján Zalaegerszegen. A kommunista terror halálos áldozatainak számát a világon 100 millióra becsülik. Ebből 1 millióan közép- és kelet-európaiak. Zalaegerszegen a Kosztolányi úti emlékműnél helyezték el a megemlékezés gyertyáit. A rendezvényről holnapi híradónkban számolunk be részletesen.